Na hát ilyen se nagyon volt még, hogy én itt ébredtem fel, és nem pedig itt. Bénye, bénye. Mondjuk most még csak 7 óra van, de visszaadhattam Alice-t. Ő még hál' Isten alszik, úgyhogy szerintem én is visszabújok egy kicsit ebbe az ágyba ide. Aztán utána visszajövök hozzátok. Hát ez gyors volt. Szerintem egy percet feküdtem az ágyban. Pont akartam mondani, hogy olyan, mintha egész éjjel buliztam volna. Pedig nem. Vagyis de, csak máshogy. Ez meg... micsoda? Mit keresel te itt? Jó reggelt! Te figyelj már! A feleségem átváltozott Olivérré, Olivér Ramónává, és hol a lányom? Szeriz még megint mindig alszik. Jó reggelt! Szia, Elis! Hol van a csapat? Igen, ott aludtam, képzeld. Olivér, hol van? De mindjárt jövök, Eli. Jó reggelt! Ki az, aki elfoglalta a helyemet? A mindenit! A reggeli rehabos csapat. Elise, és hát nyilván semmiből sem szeretne kimaradni. Én az ülőgumóját nyújtja, ha jól látom. Hát ez is nagyon fontos, igen. Bing, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Észhez tértünk, amilyen hosszú volt az éjszaka, hál' Isten olyan lassú és nyugis volt a reggelünk. Igazából abszolút nem jellemző az Olivérre, hogy nálunk kössön ki, szóval talán kétszer jött át eddig, de ma valamiért, nem tudom, vagy félt, vagy nem tudom, mi van. Na, én nekem ez most nagyon jó, és jó volt összebújni egy kicsit, vele nem szoktuk ezt meg, úgyhogy hagytuk, hogy oda jöjjön közénk. Már a vége az lett, hogy szó szerint kitúrt az ágyból, úgyhogy jobbnak láttam, hogy átmegyek a szobájába. Halántékom összebújt a térdével. Leülök, már fáj a hátam. Sajnos még mindig ott tartunk, hogy nem alusszuk át az éjszakákat. Most Olivér kétszer kelt, az Elise is kétszer, majd ugye reggel 7-kor jöttem hozzá. Megvan az az érzés, amikor a kamera másik, baba kamera másik oldalán szurkolsz, hogy léci, aludj még vissza. Na, pontosan így jártam, és hál' Isten 8:30-ig aludt, úgyhogy én is tudtam reggel igazából, reggel tudtam kipihenni az éjszakákat. Kukujc! Jó napot, hercegnő! Csibészkedünk, elbújtunk előletek? Újra vlog, boldog vagyok, hogy itt videózok ismét nektek. Nézzük, hogy mit tartogat ez a csodálatos napsütéses nap. Azt a de profi bubi fújónk van már nekünk! Wow. Egy napja folyik. Jól tudod! Ez bizony napraforgó, már csak egy kérdésem van, hogy akkor miért nem forog a nap felé? Anya, mi nem folyog? Szerintem ez már elszáradt, csak azért nem forog a nap felé, már szomorú. Van benne socsi. De gyere, nézzük csak meg, figyelj! Én találtam egyet benne! Segítetek kivenni? Nézd, Oli, ez mind socsi benne! Nézd, mit találtam! Igen, a fejemre is esett. A fejemre is esett? Jaj, véletlen Loli fejére is esett. Meguntuk a belvárost, úgyhogy üdöttetik, hogy kicsit kiszabadulunk a természetbe. Eljöttünk Pátyra, és itt vagyunk a Pincehegyen éppen. Oké, a napja folygó fejekért visszamegyünk. Ja, még vissza kell mennünk napra... Folygó fejekért. Ja, igen, mert nem szedtük ki az összes szotyit, ugye, Oli? Nem sikerült az alvás az autóban, úgyhogy Oli egy kicsit fáradt, ezáltal fázik. Az egyik gyerek 20 percet aludt, a másik 1 percet. De jó. És ha már Pincehegy, akkor be is térünk itt egy pincébe. Szevasztok, csapat! Jaj, Ramikám! Ahol pince, ott bor. Pár éve fedeztük fel itt Pátyon a Pincehegyet. Nem tudom, hogy spoilereztünk-e már, de itt Páty térségében jó pár éve nézegetünk telkeket, ugye ez nem titok, hogy próbálunk hát nem kiszabadulni a belvárosból, de hogy szeretnénk kijebb költözni majd így idővel. És a budai részen ez az oldal tetszik nekünk, mert hát közel van Balaton, közel az autópálya, így Ausztriába is könnyen tudunk menni, a vidékre is, úgyhogy mindenképp itt nézelődünk. Na és akkor bukkadtunk rá erre a gyöngyszemre, és hát úgy hozta az élet, hogy a közelünkben hát lett egy pince. Hát nem a miénk ez a pince, de használhatjuk, sőt, majd segítünk karban tartani, úgyhogy biztos, hogy sokat fogunk ide kijárni. Én már most nagyon élvezem ezt a közeget, a környezetet, a csendet, a gyerekek olyan jól elvannak a kavicsokkal, meg a semmivel, imádom. Ha a környéken jártok, egyszer látogassatok el ide, mert tényleg nagyon egyedi. Egyek ismertebb itt a térségben, de itt is vannak már ilyen pátyi pince napok, ahol nagyon jó programok vannak, zenei előadók, gasztronómia, úgyhogy szeretnénk majd egy ilyenre kilátogatni majd mi is. Jártatok már itt? Uh-huh.
Na, mi ez, Oliver? Ez egy futóversenyi szerintem. Hol kaptad? Esti futóversenyen. Esti futóversenyen, bizony. És milyen volt? Jó. Anyám, nézzétek, mi van rajta. Ilyen gyönyörű szép, igen. Nagyon ügyes voltál. Na most elmesélem mindjárt nekik, hogy ezt hol kaptuk. Szóval bizony részt vettünk Olival a Ledzren éjszakai futáson, amit a Sportoló Nemzet szervezett. Óriási nagy élmény volt neki is, és nekem is. Viszont mielőtt még a futóversenyes élményekről mesélnék nektek, hadd mondjak egy pár szót a Sportoló Nemzetről. Ugyanis képzeljétek el, hogy én lettem az egyik nagykövete, és ez egy óriási nagy megtiszteltetés, hogy engem kértek fel. Viszonylag friss még ez a dolog, és tényleg ez volt az első közös projektünk. Hát nagyon izgalmas feladatok állnak még előttem, de az egyszer biztos, hogy nagyon jó érzés egy ilyen jó dolog mögé állni. Közös célnak tűztük ki a Sportoló Nemzet programmal, hogy minél több gyermek és felnőtt számára tegyük elérhető többi a mozgásformákat. Szeretnének több lehetőséget biztosítani, például kedvezményes belépőjegyekkel a sportlétesítményekbe. Nem véletlenül csatlakoztam hozzájuk, hiszen az is közös célunk, hogy élethosszig tartó mozgásra ösztönözzünk titeket. Egy inspiráló közösséget építünk, mert azt szeretnénk, hogy minél többen találjátok meg a rendszeres sportolás örömét. Úgyhogy az első közös eseményünk ugye meg is volt a Ledzren éjszakai futás. Az én feladatom az volt, hogy egyrészt egy bemelegítést, azaz kettő bemelegítést tartsak több mint 3000 embernek. Őszintén egy kicsit izgultam, de óriási élmény volt látni ennyi embert egyszerre mozogni. Aztán ahogy besötétedett, mindenki a kezébe vette az ott kapott világító eszközöket, hogy majd, mint a Szent János bogarak, suhanjunk át a Puskás arénán. Maga a futás olyan volt, mintha egy fesztiválon lettünk volna. Varázslatos, világító táncosok voltak, tűzzsonglőrök, dobosok és DJ-k, úgyhogy elképesztő hangulat volt. Kirázott a hideg, mikor mindenki egyszerre a magasba emelte a világító rúdját, és tényleg egy óriási és örök emlék lesz ez számunkra. Természetesen mi is a világítórúddal a kezünkbe futottuk végig a távot Olival, és tényleg nagyon büszke vagyok a kismanóra, hiszen csak egy párszor álltunk meg, de egyébként végigfutotta a távot. Öröm volt nézni, hogy komplett családok jöttek el ide futni, és tényleg egészen picike kisgyerekek is voltak. Volt olyan, aki a nyakában a gyermekével futotta végig a másfél kilométer, úgyhogy tényleg mindenkinek mosolyra állt a szája a futás közben. Azt kell, hogy mondjam, ez tényleg élményfutás volt. Én nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült ez az esemény. Csatlakozzatok ti is a Sportoló Nemzet programhoz, szerezzétek meg a klubkártyát és a kedvezményeket. A leírásban le fogom tenni a weboldalt is, de a Facebook oldalon is már megtaláljátok őket, úgyhogy ne maradjatok le róla, sportolás egy életen át! Hogyne. Milyen ízű? Eptes. Komolyan? Hát akkor megeszem én addig inkább. Rá, úgy, szép volt. Mit szólsz ehhez, Eli? Mi van itt? Te tudod, hogy kell lovagolni? Apa hátán szoktál, azért fáj a derekam. Látni azért tart, Eli? Na hát újabban járunk lovardázni, ami igazából így nem volt a tervek közt, mert így beszéltük már korábban, hogy milyen sportágokat szeretnénk majd így Olinak, úszás, judó, valami labdajáték. De? Hát, de? Hadd szakítsanak félbe, én többször felvetettem, hogy lovaglás milyen jó lenne Olinak. Csak ebben nem értettünk egyet. Egyébként mind a kettőnknek az életéből kimaradt. Ez nem igaz, mert ezt is szoktuk beszélni, mert gyerekként mi hétvégente jártunk ki lovardába, és lovagoltam, és... abszolút kimaradt ez. De hogy ez nagyon rég volt, tehát már nem tudom, 20 éve. Aztán úgy hozta az élet, hogy ha emlékeztek rá, akkor Fuertére szerveztünk egy ilyen lakókocsis kirándulást. Ott ismerkedtünk meg a lakótömbünkben egy családdal, akikkel a mai napig hát nagyon jóba vagyunk, mondhatom, hogy baráti már a viszony. Ők viszont lovagolnak, és van egy lovuk is, grafit. Oli hozzá, meg hát mi is kiszoktuk őket kísérni, és akkor itt hát teszünk, veszünk, meg tanuljuk így ezt a lovásságot. És úgymond Olitól tanuljuk, mert amikor kijövünk ide, akkor mindig ő mutatja meg nekünk, hogy mit, hogyan kell csinálni. Most éppen egy kis... Most mit csinálsz, Oli? Nekem úgy tűnik, hogy Oli ezt nagyon élvezi. Nem is feltétlenül a lovaglást, mert még nagyon keveset ült lovon, hanem a gondoskodást, az, hogy le kell csutakolni a lovat, ki kell fésülni a farkát, el kell letetni, meg hát, hogy alapvetően ez egy nagy érző állat, kicsit félelmetes. Látom is, egy picit még tart tőle Oli egyik, ami szerintem nem baj. És szerintem ez a legnagyobb szépsége is, hogy itt van ez a hatalmas állat, aki ha meggondolja magát, akkor azt sem takar. Nyilván nem véletlen van lovas terápia, meg így, hogy a lovak iszonyatosan ilyen megnyugtató állatok, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam el. Szerintem Dani azt szerette volna elmondani ebből, hogy nyugalmat áraszt maga a ló, maga a közeg, ahol itt vagyunk, ez a környezet. Tehát tényleg ide, hogy még kikapcsolódni jár az ember, de mégis Olikám, itt valaki csibészkedik. Éhes.
Egetettem. Szóval igen, nyugalmat árasztanak magukból, egy hatalmas nagy izom kolosszusok, ha egyet gondolnának, akkor elmehetnének itt az ajtón, aztán kész, és mégis itt vannak velünk, és hagyják, hogy a hátukra üljünk. Egy csodálatos dolog ez az egész, de még nagyon az elején járunk az útnak. A végén még, nehogy itt Elíz, meg Oli, nehogy itt a végén póniuk legyen, vagy nem, itt tudom én. Jaj, grafit közben meg megeszi itt a széket. Ára nagyon szép lovad van. Húzd ki magad, Oli. Mernél vele egyedül menni? Egyedül megy! Oh. Olikám, te tudsz lovagolni! Egyedül mi? Hát ez komoly! Na hát. Fantasztikus hétvégénk volt. Végre én is ki tudok mozdulni. Ha nem láttátok még a nyafogós videómat, hogy mi történt velem, akkor nézzétek meg az én csatornámon. Mindenképpen. Aztán majd én is nyavajgok egy következő videóban szerintem nektek, majd elmesélem, hogy azért velem is mik történtek az elmúlt időszakban. De mindegy, legyen ez most egy pozitív videó, és nagyon sok olyan programon voltunk a hétvégén, ami nagyon feltöltött minket, úgyhogy tényleg nagyon szuper volt. Remélem, hogy nektek is tetszett. Aztán találkozunk hamarosan a következő videóban. Gyerekek! Na jól van, mindenkinek legyen szép hete! Sziasztok! Sziasztok!